Kovács Róbert a Szabadkai Zsidó Hitközség titkárának felvezetésével gyújtották meg az idén felállított hanukiát a Szabadkai Zsinagóga kertjében. A ceremónia után a hitközség épületében is folytatódott az ünnepség. A hívőket terített asztal műsoros zenésest fogadta, a gyermekeket pedig az ilyenkor szokásos ajándékok. Az ünnepre idén is ellátogattak a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség tagjai is, akikkel a kapcsolat régóta fennáll. Minden zsidó ünnep ugye az összetartozásról szól, hát mi is ennek jegyében örülünk neki, hogy látjuk a zsidó embereket, a sok zsidó fiatal gyereket. Hát sajnos Vásárhelyről ez nem mondható el, ott nagyon kevés a fiatal. Itt viszont öröm látni, hogy mennyi van, és ezzel biztosítva van a jövője a hitközségnek. Hákháórim, vagyis a fények ünnepe. A hanuka a makabeusoknak a szíriai görögök feletti győzelmét, a jeruzsálemi szentély megtisztítását és újraavatását, valamint a 8 napon át égő mécses csodáját hirdeti. A hanuka első napjától kezdve minden este egyel több gyertyát gyújtanak meg a zsidó családok, és olyan helyre teszik őket, ahol hirdethetik az isteni csodát. Sokan úgy tartják, hogy ez a fény ünnepe, de ki kell hangsúlyozni, hogy a fények gyújtásán keresztül a csodát ünnepeljük, de valójában a legnagyobb csoda az, hogy szabadságot harcoltak ki a többszörös túlerő fölött. Az utolsó gyertyát a zsinagóga kerti új hanukián december 10-én gyújtják meg. A hitközség akkor is és az elkövetkező napokban is várja a híveket az esténkénti gyertyagyújtásokra.